A középiskolai szintű szakoktatás erősítését célozza az a rendelet, amely alapján új szakmai képzést biztosító hálózatot építenek ki országszerte. Az elméleti és a szakoktatásban résztvevő diákok arányának kiegyenlítése érdekében különböző profilú szakosztályokat hoznak létre a Kolozs megyei magyar elméleti líceumokban is. Erről kérdezem a továbbiakban Iszlai Jenikő aligazgatót, a Brassai Sámuel elméleti líceum tanárát, akit köszöntök és akinek jó napot kívánok. És időközben kérem kollégáimat, hogy kapcsolják Péter Tünde főtanfelügyelő helyettest is, akit jelzik a kollégák, hogy már is elértek telefonon. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok, sajnos nem lehetek ott ez alkalommal. Köszönjük szépen, hogy bekapcsolta így a telefonon, és így válaszol a kérdéseinkre. Ugye az első kérdés az, hogy mint ismert, és erről már nagyon sokat beszéltünk, az elmúlt 20 évben valahogy háttérbe szorult a szakoktatás, hát nem csak Kolozs megyében, hanem Románia szinten egyaránt. Egyáltalán hogyan áll ehhez a tényhez a tanfelügyelőség, és mit próbál tenni annak érdekében, hogy ez egy picit változzon? Valóban háttérbe szorult az idei, illetve a jövő évben. Ez az arány változik Kolozs megyei szinten, hisz a meglévő három iskola mellett még négy szakosztályt indítunk. Remélem, hogy az erőssége ezeknek a szakosztályoknak pont az lesz, hogy a jól menő elméleti liceumokban, középiskolában indulnak ezek a szakok. Ugye az Apácainak már régi hagyománya van a gazdasági osztály, viszont új szakmaként indul a Bátoriban, a Brassaiban, a Tordai Józsika Miklós elméleti gimnáziumban, és remélhetőleg ez viszont egészen új hír, hogy beindul Válaszúton is. Válaszúton így az általános iskola alakul át középiskolává. Értem. Itt ugye érdemes kihangsúlyozni azt is, hogy nem feltétlenül szakmunkásképzőről vagy inasképzőről beszélünk, hanem szakosztályokról, ami igazából egy pluszt jelent az elméleti diplomához. Így van, de gondolom, hogy erről részletesebben fog beszélni Iszlai Jenikő igazgatónő, aligazgatónő. Azt mondta a főtanfelügyelő helyettes asszony az egyik beszélgetésünk alkalmával, hogy ez egy bizonyos köztes megoldás, ugye, hogy elméleti líceumokba applikálni ezeket az osztályokat. Mire gondolt? És hát mi a cél? Hát igen, ez volt a megegyezésünk a főtanfelügyelő úrral. Köztes megoldás, hisz a szakmát szakliceumokban szokták tanítani. Ez így van külföldön is. Külön vannak elméleti gimnáziumok, külön olyan iskolák, ahol a szakmát tanítják. Tehát ez, hogy egy-egy osztály beindul, ez biztos, hogy nem lesz végleges. A jövőre nézve abban kell gondolkodnunk, és gondolkodunk is közösen egyházakkal is, hogy legyen külön egy magyar nyelvi szakiskolánk, ahol több szakmát is tudunk tanítani. Értem. Tehát ezeket az osztályokat összeszedni egy külön szakiskolában. És ez is gondolom, hogy ahhoz a célhoz járul hozzá, amelyet ön fogalmazott meg egy korábbi interjúban, hogy középtávon az a cél, hogy fele-fele arányban tanuljanak ugye szak- és elméleti oktatásban a gyerekek. Igen, és ezért nagyon örvendünk, hogy ez a köztes megoldás kialakult, hisz a szülők elsősorban azért nem adják a gyerekeket ezekbe a szakiskolákban, mert maga a környezet olyan. Tehát magyar környezetben nő fel 8-ig, és akkor átmegy egy teljesen idegen környezetbe. Ezzel oldottuk meg, és remélem, hogy a szülők is hallják ezt a műsort, hogy igenis az iskoláikban maradnak a gyerekek, jól menő szakmákat fognak tanítani a Bátoriban is, a Brassaiban is, a Józsikában is. A jövőre nézve pedig nem kimondottan csak Kolozs megyére gondolunk, hanem fogalmazhatnám így, hogy regionális szakiskola központot akarunk kialakítani. Kérdés az is, ugye... Bentlakással ellátva, igen. Kérdés az is, hogy létezik-e erre vonatkozó felmérés? Tehát van-e statisztika arra vonatkozóan, hogy mire lenne igény, milyen szakok oktatásban részesült, aztán ugye szakemberekre lenne igény? Igen, létezik igen, ilyen jellegű felmérés, vagy minek alapján döntenek? Nem, felmérésünk létezik, hisz egész megyében felmértük a keresletet, a kívánságokat, viszont óriási gondunk az, hogy a megkérdezettek, a szülőkről beszélek, a megszólított szülők 73%-a nem tudja, hogy mit akar a gyermekének a jövőre nézve. Ez viszont nagyon megdöbbentő adat. Tehát a
a jövőtől kezdve azon kell dolgoznunk közösen szociológusokkal, iskolapedagógusokkal, igazgatókkal, hogy már a szülőket neveljük arra, hogy igenis szakmát kell tanulni. Addig, amíg Németországban, Ausztriában az iskoláknak 80%-a szakot ad a gyermek kezébe. Miért? Mert az érettségi mellett kap még egy tanúsítványt. Zárjuk talán ezzel ezt a beszélgetést, Tünde, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és reményeim szerint majd egy következő találkozáskor bővebben is beszélünk mindezekről. Tehát mentalitásváltásra van szükség a szülők körében is, és ezen is dolgozni kell. Köszönöm még egyszer, hogy bejelentkezett. És aztán folytatjuk ugye itt a beszélgetést a Brassai Sámor Elméleti Liceum aligazgatójával, Iszlai Jenikővel, akit még egyszer köszöntök, és köszönöm szépen, hogy türelmesen ugye végig ülte itt ezt az előző beszélgetést. De hát ehhez kapcsolódik a mi beszélgetésünk is, mégpedig ugye tény az, hogy a Brassai Sámor Elméleti Liceumban szakosztály is indul, erről beszéljünk egy kicsit bővebben. Miről van szó pontosan? Ahogyan Péter Tünde főtanfelügyelő helyettes asszony is elmondta, felmérések készültek azzal kapcsolatban, hogy milyen terveik, milyen továbbtanulási igényeik vannak a diákoknak. Iskolánkban mi komoly felmérést végeztünk, és arra a következtetésre jutottunk, hogy diákjaink igen nagy érdeklődést mutatnak a turizmus kapcsán, elsősorban az idegenvezetéssel kapcsolatosan. Tudjuk azt, hogy sokan folytatják tanulmányaikat a Bábesbolyai Tudományegyetem turizmus szakán, illetve a Közgazdasági Egyetem különféle turizmussal kapcsolatos szakjain. És azért döntöttek úgy, gondolom, hogy akkor az elméleti osztályok mellett beindítanak egy turizmus szakosztályt. Igen, így van. Első lépésben figyelembe vettük nyilván a diákoknak a pályaorientációját, meg arra is gondoltunk, hogy Kolozsvár európai ifjúsági fővárosi címre pályázott, és ha jól tudom, akkor 2015-ben el is nyerte ezt a tisztet. És hát akkor igencsak hogy nagy keresete lesz, gondolom, az idegenvezetőknek 2014-ben, amikor reményeink szerint megtelik a város külföldivel. Így van. Bécsben láttunk egy nagyon érdekes és pozitív dolgot. Piros Ernyős idegenvezetők, az önkormányzat által megbízott idegenvezetők látták el ezt a feladatot, és bízunk abban, reméljük azt, hogy a mi diákjaink is majd a kolozsvári önkormányzat választottjai lesznek. Kik fognak majd tanítani ezen a szakon? Ugye itt ez is kérdés, hogy a szakoktatást kik fogják végezni, és mennyiben fogják ugye a diákok vagy a tanárok összeegyeztetni az elméleti és a szakoktatást? Lesznek ezeknek a gyerekeknek, akik ezt az osztályt fogják járni, például elméleti óráik? Természetesen. A tantárgyak azok körülbelül ugyanazok, mint az elméleti osztálynak a tantárgyai. 10%-a lesz a tantárgyaknak szaktantárgy, és ezen kívül gyakorlatot fognak végezni. Kiktől fognak tanulni gyakorlatot, szakot? Két turisztikai céggel van szerződésünk, és ott tanulhatnak turizmust, idegenvezetést meg. Értem. Hogyan, tehát mikor vetődött fel egyáltalán ez az ötlet, és azért hogyan fogadta a tanári kar, egyáltalán a kollégák, tehát milyen fogadtatásban részesült az ötlet? Mi bízunk abban, hogy jó diákok fognak érdeklődni a szak iránt, jó diákokkal meg nyilván jó eredmények, jó iskolát lehet szakoktatás terén is. A szülők, ugye itt a Péter Tündével való beszélgetés során is kihangsúlyoztuk, hogy mentalitásváltásra van szükség, ami a szülőket illeti. Önök például hogyan tudják meggyőzni a szülőket, vagy nem meggyőzni, rávezetni őket arra, hogy azért szükségszerű a szakoktatásba is iratni gyereket, és hogy a turizmus, mint szak irány, az egy jó dolog, hiszen jövője van neki. Nyilván beszélgetések, szülőértekezletek, találkozások révén. Nemrég iskola bőrze volt Kolozsváron, ott is bemutatták ezt a szakosztályt. A szülőknek meg azt kell tudniuk, hogy ezek a gyerekek leérettségizhetnek úgy, mint társaik. Ezen kívül egy képesítést nyernek,
amire külön oklevelet vagy diplomát kapnak majd, ugye? Igen, és ugyanúgy folytathatják tanulmányaikat különféle egyetemeken, mint társaik, akik elméleti osztályba járnak. Mit fognak pluszba tanulni ezek a gyerekek? Ugye mondtuk azt, hogy elméleti óráik is lesznek, és hogy 10%-ban fognak gyakorlatot vagy szakot tanulni. Na most az, hogy miből áll a gyakorlat, meg a szakoktatás, azt gondolom, hogy a szerződésben lévő féltől is függ, de az elméleti részben például kiemelik-e a történelem oktatást, a földrajz oktatást, vagy nagyobb hangsúlyt kapnak-e ezek a tantárgyak? Nyilván igen, ezen kívül könyvelőséget, üzleti levelezést, idegenvezetést tanulnak, és nem utolsó sorban ez az osztály angol intenzív osztály lesz, és nagy hangsúlyt fektetünk az idegen nyelv minél jobb elsajátítására. És hát kérdés az is, ugye laikusként megfogalmazódik bennem is a kérdés, hogy ez az osztály, ez a szakosztály gyakorlatilag el fog vonni gyermekeket az elméleti osztályokból, mert azt tudjuk ugye, hogy csökkenőben van a gyereklétszám, mindenki erre panaszkodik, hogy nem telnek úgy az osztályok, ahogy kellene, hogy teljenek. Tehát ezt akkor hogyan fog kelleni elképzelni, csökken majd az elméleti osztályok létszáma? Hát én jósolni nem tudok, de bízok abban, hogy úgy, ahogy az előbbi beszélgetésből is elhangzott, az érdeklődések különbözőek. A lényeg az, hogy van érdeklődés ez iránt is, de igenis van érdeklődés az elméleti oktatás iránt is, ezért lesz matematika, informatika, angol intenzív osztályunk is. És ugye beszéljünk azokról, akik igazából a célkeresztben vannak, maguk a diákok, ők mi az ő visszajelzésük, vagy egyáltalán tudnak erről, és hogyha tudnak, akkor mi a feedback az ő részéről? Én úgy gondolom, hogy érdeklődéssel várják, és kíváncsisággal, és ez egy nagyon jó dolog, hogyha sikerült a kíváncsiságukat fölkelteni. És gondolom, hogy ők is átgondolják azt, hogy ez egy olyan szakma, egy olyan foglalkozást biztosítana, amiből igenis hiány van a piacon, és hiszem azt, hogy tartalmas időt tölthetnek majd el az iskolában, ebben az osztályban is. Arra vonatkozó felmérésük, és ez az utolsó kérdés, arra vonatkozó felmérésük például, hogy mennyire fizetik meg ezt a szakmát, tehát majd miután kikerül a gyerek az iskolából, lehet, hogy egyetemet végez, és utána majd elkezd dolgozni. Így most kapásból én úgy tudom, hogy 90 és 60 lej között van az óra, ami az idegenvezetést illeti. A mai fiataloknak nagyon sokat számít az, hogy ezt hogy fogják fizetni, tehát hogy ilyen vonatkozásban tudják-e őket bátorítani. Hát gondolom, hogy más értelmiségi szakmához képest ez egy becsületesen megfizetett szakma, és nagy szeretettel várjuk a ügyes diákokat az új szakosztályunkban. Nagyon sok sikert kívánunk mindezekhez, és hát tényleg nagyon sok ügyes diákot, így ahogy mondta, hogy aztán majd nagyon sok ügyes idegenvezetője legyen a városnak, és nem csak. Köszönöm szépen, ezt hogy itt reméljék, volt. Én is köszönöm.